Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban egy ilyen rangsor, ilyen tier listbe fogjuk rakni az eddigi összes HCV Revolution a bajnokot, ugye itt most az IRL bajnokokról beszélünk, nem pedig az én Universe módonban lévő Revolution bajnokokról, mert egyébként olyan videót is tervezek, hogy esetleg így egy Universe módomat tier listelni gyakorlatilag. De előtte, itt vagyunk. Időrendben fogunk haladni a bajnokoknál. Ugye az első bajnok Ted Wellington volt így a Revolution öf történelmében. Hát mivel Wellington akkoriban azt hiszem Victoria volt a menedzsere, ezért, és ugye az vagy akkor a Wellington karrierjének a fénypontja, amikor a Revolution bajnok lett és a Revolution övregnálása. Úgyhogy szerintem mindenképpen vagy B, vagy annál feljebb gondolkodnék. Most már nyilván nem olyan jó Wellington, ugye Victoria hiányával együtt, meg hát ja, röviden tömören ezért. De amúgy akkoriban nagyon jó volt Wellington, úgyhogy szerintem egy alt megérdemel a szofisztikált szupergonoszunk. Wellingtonról ki is vette le, azt hiszem Chris Dice volt az, aki levette. Dice-nak az első bajnoki futásáról beszélünk itt. És hogyha a másik kettőt is egybevéve, szerintem Dice-nak a második bajnoki futása, vagy hány volt? Kettő volt neki, nem? Vagy egy? Kettő. A második az szerintem sokkal jobb volt, mint az első. Úgyhogy, de így az első az szerintem nem volt olyan jó, és szerintem az lehúz egy B-re Chris Dice regnálását. De mondom, a második az egészen jó volt, amikor ugye Nitrótól azt vette el, azt hiszem az övet, akkor kezdődött a második regnálása Dice-nak, és szerintem az egészen jó volt. Chris Dice-ról a kapitány Blake Steamer vette le az övet még 17-ben, nem tudom pontosan mikor, de azt tudom 17-ben. És a kapitány rövid regnálása, vagy a kapitánynak egy rövid regnálása volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy én arra nem nagyon tudok egy hát, nem is tudom, hogy B vagy C legyen. Hát, legyen C a kapitánynak. És hát Blake Steamerről Ryan Smile vette le a Revolution övet, aki ugye már nincs köztünk, rest in peace meg a minden Ryan Smile-nak. De tekintve az, hogy neki milyen volt a regnálás, és szerintem ő volt a valahol volt legrövidebb ideig uralkodó Revolution öv birtokosa. Tekintve, hogy nem jött el megvédeni a címet, nem fájt a háta, és akkor ezért lett ez a, vagy nem pont ezért tartott el az Underground, hanem ha már így úgy vitatta, vagy úgy dölt el a Revolution of sorsa, hogy egy 6 emberes létes mérkőzés lett ugye az azt követő véres novemberre, nem tudom pontosan, hogy hányra. Tehát Ryan Smile nekem egy D. Az összes respektel meg mindennel, de ez egy D. Sajnálatos, de hát ez egy D. És ugye ezt a 6 emberes létres mérkőzést Ozzy Spencer nyerte meg, aki ugye utána heel turnolt nem sokkal, sőt nem akkor heel turnolt, de utána kezdődött el Ozzynak ez a heel futása Revolution bajnokként. És én nagyon élveztem, én ugye akkor tehát kezdtem el HCV-t nézni és eljárni a gálákra rendszeresen. És nekem nagyon tetszett az akkori Ozzy, úgyhogy szerintem Ozzy megérdemel egy A-t. Ozzyról Mahai Renato vette le a Revolution övet, azt hiszem a 2018-as pécsi tűzvonal gálán. Hát Renato, valamit is tudnék kezdeni. Ugye úgy volt, hogy tűzvonal és az utolsó ember igen még megvédte, de viszont a Tag Team Tournamentem azt hiszem, vagy fordítva, nem is tudom már hogy volt, de azt tudom, hogy nem sokkal később veszítette el, azt hiszem már az első gálán egyből. Mint jelentett volt egy Underground Live,
előtte, de ebben már nem vagyok biztos, úgy, hogy röviden tömören nekem amúgy ez a Revolution övregnálás a Renátónak nem nagyon tetszett, úgyhogy szerintem ez egy B-ben mégis a Renátóról van szó. És ugye utána jött a botrány hercege, ugye még a New Gen-ben Justin White-ként ismert, a BT. Aki gyakorlatilag egy regnálása volt, de amúgy nem, mert kettő, mert ugye félbe lesz szakítva, de az is ilyen gyors kitérő volt. Na de BT ugye levette Renátóról az övedészét, de minden idők egyik legjobb Revolution futását láttuk akkor, úgyhogy BT-nek ez egy S kategória egyértelműen, tehát a legmagasabb szint, hogy így Szalai Zoltán mondatával éljek. Igen, ezt akartam mondani, köszi, hello! És ugye BT-nek az önfutását Icarus szakította meg, azt hiszem ilyen 30 napos regnálása lehetett Icarusnak, nem tudom pontosan. Hát ezzel nem zavar sok vizet, úgyhogy Icarusnak a Revolution övregnálását én egy C-re értékelném. És ugye visszakerült BT-re az öv, és itt pedig már Tihanyi Péter vette le BT-ről az övet a Véres novemberen, és hát... És azt hiszem Petiről volt az első olyan, vagy a Petinek a regnálása volt az első, ami úgy ért véget, hogy a táskát váltották be, és ugye nem volt más ez, mint Szabó Tamás Nitro, de így is Petinek egy nagyon jó regnálása volt, és szerintem ez szintén egy S kategória ott BT mellett. Utána jött ugye Nitro, az ő Revolution regnálásával. Igazából ez egyáltalán nem volt rossz regnálás szerintem. Nitro-tól ez egy tipikus heel regnálás. Kellett neki, kellett az övnek. Szerintem nagyon jó volt Nitro-nak az öv regnálása. Ugye azt hiszem pont Steamer-től nyerte el a táskát, és utána váltotta be azt Petin. És így nem tudom pontosan meddig regnált, de amúgy a Covid időszak alatt regnált Nitro, és ugye a Covid időszak alatt veszítette is el gyakorlatilag, ha jól emlékszem, úgyhogy Nitro már ezért szerintem kaphat egy plusz pontot, úgyhogy a szintre értékelném én ezt. Ugye utána jött Chris Dice, mint Revolution bajnok, és Chris Dice-ról Maverick vette le az övet, és így ugye ő lett az első dupla bajnok, amely plusz pont. De utána nem sokkal szerintem ő el is vesztette, ugye még az Underground Live-on még ő volt a... Nem, Underground Live-on már nem ő volt a dupla bajnokat, már csak egy övvel ment abba bele. Úgyhogy... De legalább dupla bajnok volt, és ezt mindenképpen értékelem, úgyhogy szerintem ez egy A. Vagy hát... Nem A. Inkább B. Mavericknek ez egy B. És ugye Szolai Zoltán vette le az övet Maverickről a táska beváltásával, és ugye ezzel jött Szalai Zoltánnak ez a kisebb karakter változása, hogy már nem az a rejtélyes pusztító Szalai Zoltán jött meg, hanem ez az önfejű, nem C-be rakom Szalait, csak misclick, hanem ez az önfejű másik szintet képviselő saját bevallása szerint, vagy egy magasabb szintet képviselő saját bevallása szerint Szalai Zoltán tért vissza, és szerintem ez így már Szalai ezzel a karakterváltoztatással szerintem egy S regnálást tudhat maga után. Igaz, még ugyanis vége az ő regnálásának, de ettől függetlenül szerintem S, hiszen egy eléggé jó regnálásnak nézünk elébe, és szerintem nagyon jó ez a regnálás a Szalai Zoltánnak. És hát ez így a képünk, így az eddigi Revolution bajnokokról, ebben a tier listában, ebben a szint listában, itt tudnám talán legjobban lefordítani. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, srácok! Valamint csatlakozhattok a Discord szerveremre, a leírásban ott van bizony a linkje, és akkor biztosan nem maradtok le hasonló tartalmakról, mint például ugye ez. És részt vettek ott még szavazásokon is, amik ugye a csatornával kapcsolatosak, és akár egyéb dolgokkal is kapcsolatban szoktak lenni szavazások.
illetve feltehetitek a kérdéseiteket a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok nektek szépen válaszolni, valamint tudtok nekem mémeket per bármit küldeni a KM Reddit chat szobában, ugye hát ez a Discordos Redditem gyakorlatilag, és ugye oda mehet bármi, és az benne lesz bizony egy videóba, szintén azok is. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, mondom, like, feliratkozás, minden is, sziasztok, hello!